Itt is lesz. Sziasztok! Ez itt a Kisles 8. adása. Ezen a héten az aktuális Erste Liga mérkőzésekről, Tipos Liga mérkőzésekről és Ice Hockey Liga mérkőzésekről beszélgetünk, illetve egy-két apróbb témát, vagy éppen kitekintést teszünk, mondjuk például a idegen légióban szereplő honfitársainkról. A Titánok Deac mérkőzéssel kapcsolatban, ami lehet, hogy ebben az évben még nem fordult elő, a blogon is megírták külön, hogy mindkét csapat teljes 4 sorral tudott felállni. Tapsihar, örülünk neki, így tovább. Legyen így még sok. Nagyon szépen köszönjük a türelmet a mai részhez. További kellemes időtöltést mindenkinek. Sziasztok! 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 Hát ez borzasztó volt. Nem biztos, hogy minden részt ki kell adnunk. Hát ebből, hogy összeollozzál egy negyed órát, az melós lesz. Az a baj egyébként, hogy most egyébként pont az van, nem? Hogy most volt ez az 5 meccs, de volt olyan, amiről érdemes beszélni egyébként. Így egymás, szerintem így egymás között igen, de kész, kb. Tényleg, talán ha tudsz valamit csinálni, csináld, de hajra. Nem vágok, én nem vágok. Jó, mindegy. Lehet, hogy nem teszem ki. Meglátjuk, de egyébként meg az tényleg igaz, hogy így... De még csak egy ütközéssel sérülése volt benne. Nem, hát egy jó bunyó volt a Fradi meccsen. Jó, hát az Fradi Újpesten, azt meg kell említeni.